Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőinket itt a Gülbaba Tűrbéjétől, és egy olyan hagyományt szeretnénk mostantól elindítani itt a tűrbe mellett, hogy különböző Gülbaba Tűrbéjéhez, az oszmán történethez, egyáltalán Gülbaba személyéhez kapcsolódó kérdésekről olyan szakértőkkel és kutatókkal beszélgetünk, a téma jeles képviselői, és megosztanak velünk olyan részleteket is, amelyeket esetleg itt a kiállítás látogatása során sem pontosan tudhatnánk meg. A sorozatunkat később szeretnénk majd személyes részvétellel is itt a Gülbaba Tűrbéje mellett megvalósítani, azonban jelenleg ez csak interneten keresztül van erre lehetőségünk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai alkalom során dr. Sudár Balást, történészt, turkológust, aki rengeteg kutatást végzett mind a magyarországi oszmán építészettel, mind az oszmán-török művelődéstörténettel kapcsolatban, illetve kifejezetten Gülbaba személyével is. És őt szeretnénk a mai nap során arról kérdezni, hogy melyek azok a legendák, melyek Gülbaba személyéhez kapcsolódnak, és mik azok a tények, amelyek biztosan tudottak arról a bektasi dervisről, akit itt a budai domboknál temettek el. Úgyhogy szeretném is megkérdezni Sudár Balást arról, hogy egy picit segítsen nekünk eligazodni a történelem folyamán abban, hogy mi az, amit biztosan tudhatunk Gülbabáról, mi az, ami az életében is biztosan tudott, és melyek azok a legendák, melyek azok a történetek, amelyek már az oszmán korban szányra keltek, és ezek a legendák, alkotás, ezek a legendák, ezek a 20. század során is számos alkalommal folytatódtak. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Hát valójában, hogy mit is tudunk pontosan Gülbabáról, az nagyon-nagyon gyorsan megválaszolható, mert lényegében semmit. Gülbaba életéről igazán megbízható forrás nem maradt fenn. Legendái vannak, és ezek a legendák is nagyon különbözőek. Teljesen nyilvánvalóan van egy korai legendárium, tehát egy a török hódoltságban mesélt legendákból álló csoport, amiből nagyon keveset tudunk. És aztán van rengeteg kései legendárium, vagy legenda, ezek egy része a muszlimokhoz köthető, tehát balkáni történet, a másik része meg ízig-vérig magyar történet. Tehát van egy oszmán gülbaba, egy balkáni gülbaba, meg egy magyar gülbaba. És mostanában ez a három kezd fúzionálni valahogy, tehát ez a három kezd összegyúródni egy ilyen szuperlegendás hőssé alakul mostanában Gülbaba, de hát ez a legenda képződésnek a természetében semmi meglepő nincsen. Na most mi az, amit ténylegesen tudhatunk? Ténylegesen annyit tudunk, hogy Gülbaba volt, tehát ez is egy egészen komoly dolog, hogy nagyjából ezt ki lehet jelenteni, hogy egy valós személy volt, aki tényleg a hódoltság korai szakaszában érkezett Budára, és tényleg nagyon gyorsan kialakult körülötte egy kultusz. 1543 és 48 között volt budai pasa, az a Jahja pasa Zádi Mehmed, aki az ő kolostorát és tűrbéjét, tehát sírkápolnáját felépítette, amiből ugye az következik, hogy előtte meg kellett, hogy haljon. Tehát nagyon korán, a hódoltság legelején egészen biztosan elhunyt. Egyébként az ő létét, illetve a kolostor létét, azt nagyon sok forrás megerősíti, hivatalos források is, elszámolások, a tartományi összeírások, a Szokollu Musztafa budai pasának, az alapítványainak az összeírása is megerősíti a kolostor létét. Tehát az nagyon világos, hogy nagyon gyorsan egy nagyon komoly, virágzó, gazdag kolostor jön létre a Gülbaba sírja körül. Tehát ez biztos, ez az, ami biztos. Na most ezekből a forrásokból nem derül ki, hogy ki volt Gülbaba természetesen. Abból, hogy babának hívják, meg különféle későbbi megjegyzésekből, leírásokból, elejtett szavakból azért az eléggé világosan kiderül, hogy ő bektasi. Tehát a bektasi dervis rendhez kötődik. Ez is egy fontos dolog, hogy egyetlen ki lehet mondani. És akkor valójában egyetlen legendája van az oszmán korból, amit ismerünk, ez pedig a halálának a története.
ez egy nagyon erősen szimbolikus történet. Evlija Cselebi jegyzi le, és Dióhéjban az van benne, hogy amikor Budát elfoglalják Szulajmán szultán seregei, akkor ebben a seregben benne van Gülbaba, aki egy nagyon idős dervis, már több szultánt végig szolgált, a hódító hadjáratokban részt vett, és Budán, amikor az első péntek imát megtartják a frissen dzsámivel alakított nagy boldogasszony templomba, akkor ő itt az első ima idején meghal, és azonnal elmondják fölötte a halott imát, méghozzá Ebu Szúd Efendi, a birodalom sejhül iszlámja, tehát tulajdonképpen legmagasabb, vagy az egyik legmagasabb vallási méltóságviselője, és ki is viszik a később Rózsadomnak nevezett dombra, ott eltemetik, és hát maga Szulajmán szultán is cipeli Gülbabának a koporsóját. Na most ez egy ilyen nagyon-nagyon sűrített történet, mert valójában minden eleme egyfajta szuperlatívus, egyfajta kiemelés a köznapi valóságból, sőt a lehető legmagasabb polcra való felemelés. Nézzük gyorsan ezeket végig. Ugye Gülbaba egy imán hal meg, tehát egy muszlim számára az, hogy ima közben hal meg, az nyilván egy kiemelt dolog. De ráadásul pénteki ima közben hal meg, ami a muszlim időbeosztáson belül a hétnek a legszentebb időszaka. Tehát már eleve egy kiemelt időpont a halál időpontja. De hát ez nem egy akármilyen pénteki ima, az az első pénteki ima az elfoglalt Budán. Az meg azért fontos, mert amikor egy nem muszlim területet elfoglalnak, és ott karddal, akkor az a világi foglalás, és amikor az első pénteki ima elhangzik a településen, akkor lesz az a település, meg ez a vidék az iszlám világának a része. Tehát ez egy státuszváltás a település történetében, és ez az első péntek ima, tehát Gülbaba ezen hal meg. Na de ezt mindez Budán teszi, ami ugye mégiscsak a Magyar Királyságnak a fővárosa volt. Tehát túlmutat önmagán, nem csak Buda elfoglalásáról szó lesz, hanem valójában Magyarország meghódításának a jelképe. Tehát Gülbaba halálának az időpontja egy ellenséges ország letiprásának a szimbolikus dátuma, szimbolikus időpontja. Tehát ez egy nagyon kiemelt dátum. Nagyon kiemeltek a szereplők. Ugye Szulajmán szultán az a birodalom legnagyobb szultánja, ez teljesen egyértelmű. Az, hogy ő viszi a koporsót, ez a megtiszteltetés jele. És hát Ebu Szúd Efendi mondja a halott imát. Ez megint csak, tehát ha a legnagyobb vallási méltóság imádkozik valakiért, akkor ez nyilvánvalóan az ő kiemeltségének, fontosságának a jele. Ebben a történetben egyébként az a szép, hogy hát sem Ebu Szúd Efendi, sem Szulajmán szultán nem olyan nagyon szimpatizált azért a bektesi dervisekkel, konkrétan hoztak ellenük törvényeket, időnként betiltották a rendet, szóval hogy nem volt az a kapcsolat annyira magától értetődő, de ezzel a történettel ugye azt mondja a legenda, hogy még ezek a személyek is megtisztelik Gülbabát, tehát Gülbaba nagyon-nagyon fontos. És hát ne felejtsük el, hogy mindenre a térben, a Mátyás templomban, a hajdani boldogasszony templomban kerül sor, amit Buda főtemplomának tekintenek, török szempontból mindenképpen. Tehát a hely is szimbolikus, mintha Magyarország legfőbb vallási helye lenne, nem az, de az ő gondolkodásukban az. Tehát egy kiemelt időpontban, egy kiemelt helyen történik a dolog, és kiemelt szereplők az aktorok. Ebből pedig az következik, hogy akkor Gülbaba is egy nagyon kiemelt személy kell, hogy legyen, és egyébként így is gondolkodtak róla, őt tekintették a hódoltság, tehát az észak-nyugati határvidék gözdzsvének, vagyis ilyen spirituális felvigyázójának tulajdonképpen, mondhatnánk azt, hogy lényegében védőszentjének, ha lenne ilyen az iszlámban, de valami ilyesmiről van szó. A történet, tehát mindent magába sűrít, amit magába sűríthet. Én nem kételkedem benne, hogy ezt Evlija Cselebi valóban Budán hallotta, és hogy a helyi törökség az így gondolkodott Gülbabáról. Ugye nyilván ezt azért máshol nem is lehetne ezekkel az elemekkel megtenni, de az látszik ebből a történetből nagyon-nagyon erősen, hogy a helyiek számára
vallási értelemben Gülbaba volt a létező legnagyobb tekintély. Tehát, hogy egy rendkívül fontos figuráról van szó. Na most, hogy ez a kultusz, ez utána, tehát a halála után alakul ki, és képzelik hozzá, vagy ragasztják hozzá ezeket a funkciókat, vagy már életében is egy nagyon-nagyon karizmatikus ember volt, és ezért épül tovább ez a hagyomány, ezt nem lehet tudni, én azért hajlanék arra, hogy igen, tehát hogy már életében is nagyon komoly valakinek kellett lennie ahhoz, hogy egy ilyen történet ragadjon hozzá, ami azért valószínűleg nem igaz. Tehát annyira passzol benne minden, hogy az már nagyon gyanús. Egyébként hát ez a muszlim legenda képződésnek egy ilyen teljesen jellegzetes vonása, tehát egy tisztességes szent az pénteken hal meg, tehát, és az év kiemelt napján, tehát hogy ezek nem ritka dolgok igazándiból, de hát éppen ezért nem is kell ezt készpénznek vennünk, tehát azért nem biztos az, hogy tényleg azonnal Gülbaba meghalt Buda meghódítása után, de hogy nem sokkal később az nagyjából bizonyos. Tehát ez az, amit a törökkorból tudunk. Amit még tudunk, hogy nagyon komoly kultusza van már a hódoltság korában Gülbabának. A török katonák, hogyha háborúba indulnak, vagy portyázni indulnak a magyar végekre, akkor kimennek a türbéhez, illetve a kolostorba, és ott mutatnak be áldozatot, birkát áldoznak, a sejt megáldja őket, és akkor úgy vonulnak hadba, tehát egy abszolút spirituális központnak számít. És van egy nagyon jó pofa balkáni bektasi legenda, a Demir Babának a legendája, egy másik dervis vezetőnek a legendája, akinek a szintén rettenetesen legendás történetében van egy olyan elem, hogy Demir Baba elvetődik Budára, ahol hát, szintén megsegíti a helyi gázikat, itt harcosokat, és a harc után együtt elmennek ők is a Gülbaba türbéjéhez tiszteltüket tenni. Tehát ebből az megint csak az derül ki, hogy azt a Balkánon is tudják, hogy Budán a Gülbaba türbéjéhez kell menni, mert az a hely, az a kiemelten fontos hely. Nagyon érdekes, hogy egyébként a hódoltságból, ahol azért jó pár szent hely volt, különböző szentek voltak eltemetve mindenféle helyeken, tulajdonképpen egyedül Gülbabának a kultusza maradt fenn. Tehát úgy néz ki, hogy az nem felejtődik el Magyarországon, igen, de az oszmán birodalomban, a török hagyományokban ez, ha nem is nagyon erősen, de megmarad. Tehát hogyha a 18. században jön egy követség a Bécsbe, és átutazik Budán, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy fel fognak menni a Gülbaba türbéjéhez. Mert tudják, hogy van. Sehol máshol nem mennek, de oda igen. Tehát neki azért úgy tűnik, hogy egy nagyon-nagyon kiemelt tekintélye volt az oszmán időszakban. És aztán ez újra fog termelődni a 19. században, amikor a török-magyar kapcsolatok felérénkülnek, és ugye barátságossá válnak, nagyon is. A 48-49-es emigráció révén, az orosz-török háború révén rengeteg kapcsolat, pozitív kapcsolat van törökök és magyarok között. Ráadásul nyugaton beindul az orientalizmus, mint egy gondolati hullám, vagy szellemi áramlat, és ebben nagyon jól belefér egy ilyen helyi szent. És hát van még egy nagy előnye Gülbabának magyar szempontból, hogy hát Gülbaba azért nem egy par excellence harcos. Tehát, hogy nem egy katona, aki minket aprított, hanem hát el lehet mesélni a szent ember történetét. Ami persze egy torzítás rögtön, mert azért nagyon világosan látszik ugye magából a Gülbaba történetből is, hogy hát dehogy nem. Ő a hadsereg része, a Magyarországot elfoglaló hadsereg része, és ennek a hadseregnek egy kiemelt spirituális figurája, mint ahogy a később hozzá kapcsolódó, tehát a sírjához, illetve a kolostorához kapcsolódó események is ezt mutatják, és egyébként az összes többi magyarországi bektasi szenthez kapcsolódó történet is a hódításról szól. Tehát korán sem a humanista, mindenkit rendkívül szerető szentember van ezekben a történetekben, hanem a saját oszmán közösségüknek a nagyon is kiemelt figurája, és ez a közösség ugye a magyarokkal, illetve a keresztényekkel szemben határozza meg magát. Tehát nem egy baráti figura, de ezt a figurát át lehet írni egy barátságos figurára, ami mondjuk egy pasáról sokkal nehezebb lenne. Megpróbálják ezt is a 19. században, de nehezen. A,
A későbbi legendák, amiket ismerünk, azok a, egyrészt a balkáni legendák, azok nagyon érdekesek, mert egyáltalán nem a hódoltsági gülbabáról szólnak, hanem a hódoltság legvégének a gülbabájáról, tehát a 17. század vége, jellemzően Buda visszafogásához kapcsolódnak ezek a legendák, 1686-hoz, amelyekben rendszerint az van, hogy gülbaba egy erős dohányos, vagy ópiumszívó, vagy valami ilyesmi, akinek elfogy a betevője, és már nagyon kunyerál mindenkitől valamit, hogy kapjon dohányt vagy ópiumot, de senki nem ad neki, és akkor mondjuk egy keresztény kereskedő, egy magyar kereskedő ad neki végül is, és akkor hálából azt mondja, hogy jó, akkor egyedül te voltál kegyes hozzánk, akkor legyen a tiétek a vár újra. Tehát gyakorlatilag egy ilyen paradox áldást mond, ami azért egy nagyon-nagyon érdekes történet, meg egy, hogy mondjam, önkritikus történet. Ugye egyrészt meg kell magyarázni valahogy, hogy Buda elveszett, tehát ez egy tulajdonképpen egy gyász feldolgozása is muszlim szempontból. De egy nagyon fontos dologra világít rá, arra, hogy a muszlim közösség nem szolidáris a saját tagjaival. Tehát nem a muszlimok fognak gülbabának dohányt adni, hanem egy keresztény, vagy esetleg egy zsidó. Tehát hogy valahol elmagyarázza, hogy a saját bűnöt visznek ahhoz, hogy Buda elveszik, és Buda újra, mármint az ő szempontjukból, és Buda újra keresztény kézre kerül. És akkor van egy másik csoport, az meg a magyar csoport. Na most ennek az alapját eléggé láthatóan Tóth Bélának a novellái képezik. És ezt el szokás fogadni, ugye megvan a körítés, ettől hallottam, attól hallottam, itt hallottam, ott hallottam, tehát van egy csomó olyan elem ezekben a sztorikban, ami arra hivatott, hogy verifikálja ezt a történetet, elhitesse velünk, hogy ez egy igaz történet, de hát ez egy nagyon egyszerű írói fogás, ezt nagyon-nagyon sok író csinálja, úgy, hogy ne menjünk messzire, Orhán Pamuk a Fehérvárban pontosan ugyanezt csinálja, ugye az elveszett kézirat, amit csak én láttam, csak egyszer láttam. De hát ez egy egyszerű irodalmi fogás, és hát ne felejtsük el, hogy Tóth Béla nem történész, hanem újságíró. Tehát, hogy neki nem nagy probléma egy ilyet megírni, és egyébként én megpróbáltam megnézni az ő összes többi ilyen hódoltsági legendáját, amiben a gülbaba történet is beleilleszkedik, és azoknak aztán semmiféle gyökere nincsen, tehát hogy az égvilágon semmi. Tehát jó eséllyel gondolhatjuk azt, hogy ezt a legendakört valójában Tóth Béla rakta össze, mindenféle élményei, meg egyébként ilyen kicsit hamis keretképe alapján. Ugyanis ezekben a legendákban olyan dolgok vannak, amikről egy török biztos nem beszélne, tehát úgyhogy nem nagyon lehet ez eredeti. Az még csak hagyján, hogy ugye gőbaba úgy gőbaba, hogy tulajdonképpen rózsamagokat lop egy kertésztől, és ezeket telepíti át Budára, mindezt az olvasójában. Nem tudom, hogy egy muszlim ehhez őszintén szóval mit szólna, de ez egy dolog. De a legendakör másik fele, a rózsakertész gőbaba, akinek a csodálatos rózsái vannak, amiket a különböző ifjak, a különböző szerelmeiknek próbálnak ellopni, hát ez már önmagában egy nagyon, nagyon ilyen európai dolog. És ugye két ága van a történetnek, az egyik szerint van egy török fiú a török lánynak lopja a rózsát, a magyar fiú meg a magyar lánynak lopja a rózsát, és akkor ki akarják őket végezni, de gőbaba megkéri a pasát, hogy hát ugyan mégse végezze ki őket, hiszen a szerelem szép dolog, és akkor nem végzik ki őket, és happy enddel zárul a történet. Ez is csak hagyján, de aztán a huszkaféle verzió, ahol ugye arról van szó, hogy van a gőbabának a lánya, akinek egy magyar fiú lopja a rózsát, és aztán még össze is boronálják őket a történet végén, hát ez azért teljesen hajmeresztő valahol. Tehát az, hogy a hódoltság korában pláne egy keresztény magyar megkapjon egy muszlim lány feleségének, ez teljesen elképzelhetetlen. Tehát ez gyakorlatilag ma is eléggé necces kérdés, hogy ez így hogy is működik. De hát akkor meg teljesen lehetetlen volt, fordítva természetesen igen. Tehát muszlim férfi vehet feleségül keresztény nőt, és majd a gyerekek muszlimok lesznek nyilvánvalóan. De az, hogy egy muszlim lányt odaadjanak egy keresztény, szóval ez teljesen lehetetlen az egész helyzet. Úgyhogy erről a legendakörről nagyon erősen látszik, hogy ez egy ilyen ízigbéri 19. század végi, 20. század elejei kreálmány, ami viszont nagyon-nagyon jól beleilleszkedik az akkori török-magyar kapcsolatokba. Tehát gülbabával lehetett teremteni egy olyan figurát, aki tulajdonképpen az oszmán kornak ezt a
nagyon kemény szembenállását, amit nagyon nehéz önmagában átfordítani, mégiscsak valahogy átfordítja, és ebből a valójában negatív kapcsolatrendszerből egy pozitív kapcsolatrendszert alakít ki, ahogy egyébként a török-magyar viszony is ebből a negatív kapcsolatrendszerből pozitívvá változott a 19. század végére. És ennek egyfajta szimbólumát teremtik meg tulajdonképpen Gülbabával, és ezt a Gülbabát fedezik fel a valójában a 20. században, tehát ezt a Tóth Béla féle Gülbabát fedezik fel a törökök is most már, és most már ők is nagyon lelkesen használják ezt a szimbólumrendszert is, hiszen ez meg az ő szempontjukból is jó egy ilyen török-magyar kapcsolatfelvételre. Tehát Gülbaba azt gondolom, hogy eleve legendás figura volt, és hát máig is legendás figura, és leginkább a legendáit látjuk. Viszont roppant érdekes, hogy ez a legenda képződés, ez egy folyamatos dolog, tehát ez nem zárult le mondjuk a 16-17. Században, hanem máig eleve nem él. Köszönöm, és többször elhangzott az a kifejezés, hogy a bektasi rendjébe tartozott, hogy mit is jelent ez pontosan, illetve egyáltalán az iszlámnak az az ága, amit a dervisek képviselnek, az a miszticizmus, vagy az a szúfizmus, ez miből is áll, illetve hogy egyáltalán jól használtam ezeket a fogalmakat, hadd kérdezzem meg, hogy ezek vajon mindegyike összefüggő fogalomrendszert alkot-e? Igen, feltétlenül. Arról van szó, hogy az iszlám az alapvetően egy életmódvallás. Tehát azt szabályozza, hogy hogyan kell élni, hogyan kell viselkedni. De nagyon korán kialakul egy olyan irányzat benne, amelyik azt mondja, hogy jó, ez mind nagyon rendben van, de valójában a belső történések is nagyon fontosak. Tehát az, hogy az ember a saját lelkével, a saját énjével mit tud kezdeni. Ennek nyilván megvannak a különböző gyökerei. Az iszlám ugye hatalmas területeket hódít meg pillanatok alatt, ahol megvannak ezek a spirituális tanítások, akár a keresztény világban, akár a keletebbi régiókban, tehát mondjuk a buddhizmusnak a hatása, India, Észak-India nagyon erősen hat ezekre a tanokra. És ezért kialakul egy ilyen spirituális mozgalomféleség, teljesen szervezetlen a dolog egyébként, semmilyen központi doktrinája nincsen, ez egy ilyen sporadikus helyi, egyes személyektől függő valami, ahol igenis egy belső utat próbálnak járni. Ezt hívják szúfizmusnak, aminek az egyetlen közös vonása a különböző ilyen szúfi csoportoknak, hogy belső utat járnak. Tehát belül keresik Istent, nem a külső cselekvésekben, nem a különböző külső szabályokban, hanem valójában az emberi pszichében, a saját gondolkodáson, a saját belső világon keresztül kell elérni valahogy Istenhez, aki valahol benne lakozik az emberben, és megtalálható benne, hogyha jól keresi valaki. Hogy hogyan keresi jól, arra különböző iskolák alakulnak, különböző módszereket fejlesztenek ki, és ettől függnek tulajdonképpen a dervis rendek, mindegyik rendnek megvan a maga módja, hogy ezt hogyan csinálja, van, aki táncol, van, aki énekel, van, aki ordibál, van, aki speciális, ilyen kvázi fakír gyakorlatokat végez, ugye a rufáik, akik tüzes vasat nyalogatnak, meg átszúrogatják egymást, vagy magukat. Tehát sokféle technika van arra, hogy lehet túllépni a mindennapi énen, az egón, a nefeszen, és hát egyik ezek közül a rendek közül az egyik a bektasi dervisrend. Ez egy nagyon erősen török alapítású dervisrend, ez a török rend tulajdonképpen. Hadzsi Bektas Feli alapítja a 13. században. Ő egy Horaszánból, tehát Közép-Ázsiából érkező dervis, és egyébként róla se tudunk szinte semmit, tehát hogy neki is csak a legendáriuma maradt meg. Nagyon erősen kapcsolódik viszont Ahmed Jeszevihez, aki egy közép-ázsiai szent ember, és valójában ő az, aki rájön arra, hogy hogyan lehetne a török köznépet valahogy az iszlámmal mégiscsak kapcsolatba hozni, mert ugye azért a szunita iszlám a napi ötszöri imádkozással, meg a mosakodással, meg a dzsámiba járással, hát egy nomádnak annyira nem kézenfekvő dolog, meg az arab imákkal, és valahogy megpróbálja ezt közel vinni a törökökhöz, és azt találja ki, hogy
Hát a régi török módszerek szerint a tanításokat versben énekelve kell elmondani, mert azt meg fogják érteni, mert ahhoz vannak hozzászokva, mert így szokás ezt a törökök körében csinálni, és ezért elkezd tanácsadó énekeket írni, hikmeteket írni, amiket egyébként máig Közép-Ázsiában énekelnek. Na és az ő tanítványi láncába tartozik a Hadzsi Bektas Veli is, és nyilván nem ő az egyetlen, aki ezt csinálja, de az ő neve alatt egységesül az Oszmán Birodalomban ez a szellemi irányzat. Egyes török kutatók egyébként azt mondják, hogy valójában, amit ők csinálnak, az nem is abban az értelemben misztika, hogy ahogy egy dervisennél általában erről beszélni szokás, hanem hogy ez valójában egy népi vallásosság. Tehát tulajdonképpen ez egy népi iszlám. És ugye ennek a folytatása ma az alevi közösség, ami hát egy nagyon sok milliós közösség Törökországban. A spirituális irányzatok azért mindig zártak, és viszonylag kevés emberre terjednek ki, ez meg egy nagyon széles népi bázison alapuló valami. De természetesen megvan azért ennek is a magja, nyilvánvalóan, tehát megvannak a dervisek. Ugye a dervis az a szerzetes voltak éppen. Amit a Bektasikról tudni kell, hogy ők egy eléggé sajátos nézetrendszert vallanak, aminek nem sok köze van a szunnita iszlámhoz, ezért aztán nagyon sok atrocitás is érte őket, betiltották, pogromok voltak ellenük, egyébként nem olyan régen, 1993-ban is volt még egy nagyon-nagyon komoly, nagyon sok halálos áldozattal járó pogrom ellenük. Tehát azt, hogy az ő iszlámjuk az nem egészen olyan iszlám, mint a hétköznapi szunnita iszlám, az nagyon nyilvánvaló a közösségeknek, illetve a szélesebb értelembe vett társadalomnak. A szunniták azt mondják rájuk, hogy gyanúsan síták, a síták azt mondják, hogy ez nem síta dolog, amit a bektasik csinálnak, tehát ugye nagyon fura valami, de hát talán éppen ezért találó az, hogy ez egy török népi iszlám, egy sajátos iszlám, aminek egészen sajátos dolgai vannak, például az, hogy nem annyira Mohamed a központi szereplője, mint próféta, hanem Ali, Mohamednek a veje. Azt mondják, hogy valójában Ali az, akihez az igazi tanítás, a spirituális tanítás eljutott, Mohamedhez a forma, Alihoz a lényeg. Egyébként Ali az a törökség körében rendkívül népszerű lett, és azt lehetne mondani, hogy Alinak olyan a szerepe, mint a magyar mesékben a legkisebb király fié. Tehát ő a csodálatos harcos, akinek csodakardja van, csodalova van, és mindenféle egészen különös dolgokat is megold. Tehát ő egy ilyen népi hőssé változott a törökök között. Úgyhogy nem feltétlenül mindig a történeti vagy vallástörténeti Aliról van itt szó, hanem egy ilyen elképzelt Aliról. Aztán fontos nekik a 12 imám vonala, akikről mindig megemlékeznek. Aztán a vallás gyakorlatukban nem nagyon követik az általános muszlim szabályokat, tehát nem járnak nagyon dzsámiban, nem is nagyon építenek dzsámit. A napi ötszöri imádkozás ebben a formában nem nagyon jellemző. A szertartásaikat éjszaka tartják, viszont legalább férfiak és nők együtt, ami megint csak nem egy szokásos dolog, ebben megint csak rengeteg ilyen pletyka meg vád alakult ki ellenük. Nem tiltják az alkoholivást, ami megint csak nem egy szokásos dolog. A böjtöt nem ramadán havában ülik meg, akkor viszont nem, tehát akkor ők esznek, ami megint csak kilóg a társadalomból, és nagyon sok ellenérzést szül. Tehát nagyon sajátos módon intézik a dolgaikat, és nagyon erősen kötődnek a török népi kultúrához. Ez nagyon fontos. A többi dervisrend nem. Tehát a többi dervisrend az inkább a klasszikus kultúrához, az arab-perzsa hagyományokhoz kapcsolódik, költészetben és zenében is. Ez nagyon fontos, hogy az iszlám misztikusai, azok nagyon gyakran versben és zenében, vagy zenével fejezik ki magukat. Ugye az Isten élményről nagyon nehéz prózában beszélni, az egy szimbolikus dolog, vagy szimbolikusan elmondható dolog, és hát erre a vers nagyon is alkalmas. Meg is vannak a hagyományai már a perzsa költészetből. Ezt egyébként a bektasik is viszik, már a perzsa misztikus hagyományokat is, meg egyébként a saját hagyományaikat, tehát a török, az iszlám előtti török énekmondásnak a hagyományait is hozzák magukkal, és erre, tehát ebben terjed a tanítás egyébként máig. Igazándiból ezek a versek mondják el azt, hogy hogyan kéne élni nehéz helyzetekben, mi a
mi a megoldás, mi a vigasztalás, mibe kellene kapaszkodni, és én magam is hallottam, ahogy emberek azt mondják, hogy hát igen, mert ott van abban a versben, milyen szépen meg van fogalmazva, és tényleg így kell csinálni, vagy így kellene, vagy most éppen ez a jó. Tehát, hogy tényleg ez élő dolog, és erre van egy, voltak éppen egy kör, aki ezt műveli, ezek a török énekmondók, az ásikok, akik nem csak úgy énekmondók, mint ahogy mi ismerjük, mondjuk Tinódit, hanem kimondottan szertartási zenészek, tehát a bektasi szertartásoknak az elmaradhatatlan résztvevője az énekmondók, az ásikok. És nagyon érdekes, hogy nem olyan a szertartási zene hagyomány, mint nálunk, mondjuk a zsoltárok, hogy azok úgy megvannak, és akkor évszázadokig éneklik őket, hanem tulajdonképpen témák vannak, amiről beszélnek, és ezeket újra és újra megírják. Tehát újabb generációk, énekmondó generációk újraírják a régi tartalmakat. Hiába vannak nagyon szép régi versek, lehet, hogy valamennyire használják őket, de mindig igyekszenek újraírni, mert ez megadja a frissességét a verseknek, az ütőerejét adja meg, az élményszerűségét adja meg valahogy. Ezért nagyon fontos nekik, és ez máig történik szintén. Tehát ez egy nagyon hosszú, nagyon régi folyamat. És ez nagyon, tehát ez az egyik központi eleme a Dervis szertartásoknak. Na most ebbe a körbe kapaszkodik bele, vagy tartozik bele Gülbaba. Egyébként bektasik elég széles körben voltak Magyarországon, tehát jó néhány bektasi kolostort tudunk. Itt még egy dolgot kell a bektasikkal kapcsolatban megemlíteni, ami ugyan egy kicsit homályos, nem egészen világos, hogy volt, az a janicsárokkal való kapcsolatuk. Tehát úgy néz ki, hogy a janicsárok legendáriumában az szerepel, hogy a janicsárságot, amikor létrehozzák, akkor vagy Hadzsi Bektas, vagy Hadzsi Bektasnak valamelyik utódja áldja meg. Tehát valójában a janicsárok a bektasik áldása alatt állnak, a janicsárok lelki vezetője a bektasik, egy csomó helyen, krónikákban is a bektasikat, vagy a janicsárokat Hadzsi Bektas fiainak nevezik, és hogy hát a jellegzetes janicsár süveg is tulajdonképpen az áldásra emelt kézről lelógó ruha újnak a szimbóluma lenne, ugye egy nagyon hosszú hátrafele lelógó süvegről van szó. Tehát van egy nagyon erős janicsár-bektasi kapcsolat, amiről viszont a 16-17. Században nem tudjuk, hogy ténylegesen hogyan is valósult meg, de azért az érdekes, hogy ugye Magyarországon janicsárok azért nem olyan nagyon sok helyen vannak, hát ez a birodalomnak az elit hadserege, azt azért csak a legfontosabb helyekre telepítették ki őket viszonylag kisebb számban. És jellemző, hogy ahol tudunk janicsárokról, ott ki fog derülni, hogy bektasi kolostor is volt néhány, tehát ez néhány város a hódoltságban, de ott úgy látszik, hogy tényleg voltak bektasik. Azok a szentek, akikről tudunk a hódoltságból, azok gyanúsan bektasinak látszanak, akár a nevük, akár a történeteik alapján, akár meg van róluk mondva. Tehát úgy néz ki, hogy a bektasik az egy nagyon erős közösség a hódolt Magyarországon, úgyhogy Gülbaba az hozzájuk tartozik. És fordítva, tehát Gülbabával a hódoltsági bektasik nyertek maguknak egy nagyon erős, nagyon szimbolikus figurát. És itt a Gülbaba tűrbe környékén is éltek, tehát akkor szerzetesek, és itt is lehetett egy kolostoruk. Emellett több kolostor is volt a környéken, vagy ez lehetett egy kitüntetett kolostor? Erről hadd kérdezzek, hogy tulajdonképpen a kolostor és a tűrbe viszonya milyen lehetett egykor? Hát a tűrbe az a sírkápolna. Tehát Igen. Az valójában egy emlékezeti hely voltak éppen. Ugye a szent, tehát az iszlám világban a szent, a veli, az Allahhal áll szorosabb kapcsolatban, mint az emberek. Valójában a szent az egy kapu az isteni szféra meg az anyagi világ között. És ez a kapuság, ez nem szűnik meg azzal, hogy a szent meghal, hanem a temetési helye az ugyanolyan kapuként működik az isteni valóság felé, mint életében ő maga. Ezért ezek a szent helyek ezek nagyon kiemeltnek számítanak az iszlám világban, ezért építenek a szentek sírjai fölé tűrbéket. Ugye a nagy világi vezetők kapnak ilyen sírkápolnákat, meg a szentek. Nyilvánvalóan ezért épül nagyon-nagyon gyorsan Gülbaba
sírja fölé is egy sírkápolna. Általában ezt a sírkápolnát gondozni kell nyilvánvalóan, oda zarándokolnak, tehát ez egy szellemi centrum valójában. Tehát amúgy is kell, hogy valami épüljön, de nyilvánvalóan ide fognak telepedni dervisek is, tehát gyakorlatilag minden sírkápolna mellett van egy kolostor. A Gőbaba kolostorról nagyon-nagyon korán, gyakorlatilag már 1551-ből egészen biztosan van megfelelő adatunk róla, tehát ez egy nagyon korán létrejött kolostor, és amennyire látszik, azért ez volt a hódoltságnak a legkomolyabb bektasi kolostora, tehát valamilyen szempontból ez mindenképpen egy kiemelt dolog volt. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy van. A bektasi kolostorok ugyan a központi kolostortól függnek, de van egy ilyen belső filiációjuk, tehát egy összetartozási rendszerük. Nem tudjuk, hogy ez a hódoltságban hogy volt, melyik kolostor melyikkel tartozott össze. Ami látszik, hogy van egy balkáni vonal, tehát a balkáni bektasik, akik a hódításokkal feljönnek a hódoltságba is, de Gőbaba az nem ez. Úgy tűnik, hogy nem ez, hanem ő mindenképpen Anatóliához kapcsolódik. Bármilyen legendája, ami így felmerült, az mind Anatóliához kapcsolja, tehát hogy ő a központi bektasi hagyományoknak a letéteményese lehetett, de nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy volt, de biztos, hogy egy nagy kolostor volt. A hódoltságban szinte egyedüliként ezt a kolostort egész jól el tudjuk képzelni. Ugyanis 1686-ban a Buda visszafoglalásának az idején született egy csomó látkép meg alaprajz Budáról, és szerencsésen maga a kolostor is megvan alaprajzban is, és látképben is ezeken a rajzokon. Egyébként ez egy viszonylag nagy téglalap alakú egyszerű sátortető vagy nyeregtetős épület volt. A Rózsadomb lábánál, tehát a Frankelleu utcának a Rózsadomb felüli oldalán, és volt egy eléggé nagy fallal kerített kertrésze, és egy ilyen nagy kapu építménye az utca felé. Ez az, ami látszott, és az utca túloldalán pedig volt egy imáret, tehát az egy ilyen szegény konyhát, meg mindenféle ilyen egyéb gazdasági dolgokat magába tömörítő épületrendszer, és akkor ebből a kolostor udvarból vezetett fel egy lépcső a türbéhez, magához, tehát ez nem benne volt a kolostorban, hanem fönt a dombon a türbe fölött, és hát ez a lépcső, ez nem teljesen lehetetlen, hogy a mai Gőbaba utca vonalában futott fel. Tehát ez egy eléggé jól elképzelhető kolostor. Egyébként a muszlim kolostor építészet az nem feltétlenül jellegzetes építészeti szempontból, tehát nem kell annyira nagyon különleges épületnek lenni. A kolostor az valójában a közösség, a mester és a tanítványoknak a közössége, és azt, hogy ez egy milyen helyen van lepakolva, az másodrendű igazándiból. A többi kolostorról nem is nagyon vannak ilyen jellegzetes ábrázolások, egyszerű, ahol bármi is látszik, ott teljesen egyszerű házacskáknak tűnnek, és hát ez van mindenhol máshol is, tehát ahol megmaradtak Balkánon, Anatóliában, ott is ilyen kolostor épületek vannak. Úgyhogy igen, volt kolostor, és igen, volt 6-7 kolostorról biztosan tudunk a hódoltságban még. Hogyha belépünk a türbébe, és megnézzük a Gőbaba szandukáját, akkor a szanduka fejfa részénél van egy jellegzetes fejfedő. Ez egy ilyen 12 szögű süveg. Ez jellemző volt a bektasikra, ez a típusú fejfedő, illetve milyen más olyan ruhadarab volt, amikről adott esetben jellegzetes és felismerhetőek voltak ezek a dervisek? Hát az egy nagyon érdekes dolog, hogy egy dervis hogyan öltözködik, ennek különböző ilyen filozófiai megokoltságai szoktak lenni. Ugye vannak olyan dervisek, akik annyira lemondanak a világról, hogy csak elhasznált szétszakadt ruhából összes toppolt ilyen foltvarrott ruhákat hordanak. Vannak ilyen nagyon leszakadt dervis irányzatok. Egyébként a hódoltságban is voltak. Döbbenten írja az egyik utazó, hogy valami iszonyú hosszú szakálló és hosszú hajú ember rohangászott mesztelenül a Buda alatti mezőn, és akkor mondták neki, hogy az egy dervis, nem kell vele foglalkozni. Tehát volt ez az irányzat is. És vannak a nagyon művelt, nagyon klasszikus irányok, mint például a keringő dervisek, a mevlevik, akik viszont valahol nagyon előkelően öltöznek. A bektasik talán egy ilyen félutat képeznek ezek között.
egy hosszú fehér tulajdonképpen tunikát viselnek, ami fölött viszont egy mellény, egy fekete hajderit, ugye a feketében a fehér, az anyagi világban a szellemi világ van benne, ez a szimbolikája a dolognak, a süvegnek is megvan a szimbóluma, sőt, nagyon erősen megvan. Az úgy néz ki, hogy ez egy magas kupolás süveg, van egy alsó része, ami az ember fejére illeszkedik, ez négy vízszintes csíkból van összevarva, vagy legalábbis le van steppelve négy csíka. Ez a bektasi szellemi útnak a négy nagy szakaszát jelképezi, tehát akinek ilyen süvege van, ez egy dervis vezetői süveg nyilvánvalóan, akinek ez megvan, az bejárta a szellemi útat, az ezt jelképezi, és a teteje az meg 12 ilyen háromszögletű cikkelyből van összevarva, ami pedig a 12 imámra utal, ugye az alit követő 12 imámra, ami a bektasik számára egy nagyon fontos spirituális vonalat jelent, olyannyira, hogy a dervis szertartásokon ezt a 12 imámot meg is személyesítik tulajdonképpen. A közösség 12 tagja imitálja voltak éppen ezt a szerepet, és mindegyiknek egyébként megvan a maga funkciója és a szertartáson belül. Tehát ez a 12-es szám, ez egy súlyosan terhelt szimbolikus szám a bektasik körében, és akkor ez a 12 ilyen háromszög összetalálkozik a dervis süveg tetején, és akkor egy gomban zárul ez le, ami a zárlata a süvegnek, a süveg rózsájának hívják, majd erről is fogunk akkor beszélni. És aztán hát vannak ilyen jellegzetes bektasi tárgyak még, például a teszlimtasi, az odaadásnak a köve, a palhenk, az egy másik kő, ezek szintén 12 szögletű kövek, egy speciális kőfajtából készítik őket, ami Hadzsi Bektas, a mai Hadzsi Bektas régi Szúdzsa karahőjük mellett van, ez Közép-Anatóliában van, itt van a rendnek a központi kolostora, amellett lehet ezt bányászni, vagy bányásszák, és hát ennek is megvan a maga legendája, hogy hogyan született, ez valójában az anyagi világ kiköpése, kihányása igazándiból. Történt ez az, hogy Hadzsi Bektast megmérgezték, és ezt kihányta, és abból lett volna ez a kő, ilyen sajátos kő, és ugye ez a rossznak az eltávolítása, eltávoztatása igazándiból, és egyébként hát ilyen formán aztán a rendhez való tartozásnak a jelképe. És akkor itt szóba került a rózsa, mint amelyik megjelenik a süvegen is szimbólum, illetve hát Gülbaba elnevezésében is, nevében is. A rózsa miként tud a szúfikhoz kapcsolódni? Mi lehet ennek a szimbolikus kapcsolatnak az oka? Először is tisztázzuk azt, hogy rózsalpó meg rózsadomb, ahogy ezt Magyarországon ismerjük, szóval Gülbabának valószínűleg valami kevés köze van a rózsakertészethez, tehát hogy ő nem azért lett Gülbaba, mert kapálgatta a rózsákat, és egyébként nagyon szép rózsái voltak, ahogy a magyar legendában benne van, szintén nagyon furán és ilyen nagyon nem törökös módon. A rózsa az a dervisek szimbolikájában egy központi helyet foglal el. Nem csak a bektasiknál, általában ez egy központi szimbólum. Alapvetően egy páros szimbólum, a rózsa és a fülemüle kettőse az, ami nagyon fontos. Ez ugye az anyagi és a szellemi világ kettőse, az Istennek és az embernek a kettőse. Ugye a rózsa, mint virág, mint statikus dolog, női szimbólum is. A madár, fülemüle, mint dinamikus, tehát röpköd, mozog. Férfi szimbólum, tehát a nőnek és a férfinak is a szimbóluma, a nappalnak és az éjszakának a szimbólumai, ugye a rózsa nappal nyílik, a fülemüle viszont éjszaka énekel, tehát a két napszak. És ebből látszik, hogy ez a két dolog, ami kiegészíti egymást. Két ellentét, ami viszont csak együtt alkot egy egészet, ez a rózsa és a fülemüle szimbólum rendszere. Az Isten-ember viszonylatban is erről van szó, ugye Isten az, aki kiárasztja az ő kegyelmét és a szeretetét az emberekre, úgy, ahogy egy rózsa kiárasztja az illatát, vagy ahogy a nap világít, és nem válogat. Tehát ez kiárad, és nincs válogatás, hogy kire árad ki, vagy kire nem. A kérdés inkább az, hogy ki veszi ezt észre.
És akkor ehhez képest van az ember, aki ugye él a mindennapokban, rohan a saját dolgai után, ezt már akkor is így gondolták, ez meg a madár, ez a fülemile, aki röpköd össze-vissza mindenhol, és jobb esetben elkezdi keresni a rózsát, az a misztikus. Tehát aki már rájön arra, hogy nem bármit kéne csinálni, hanem Istent kéne megkeresni, és akkor ezért a rózsa az, aki, vagy a fülemüle az, aki keresi a rózsát. Ugye viszont a fülemüle éjszaka keresi a rózsát, és énekel neki, amikor a rózsa éppen nem nagyon nyílik ki. Ugye ez a lélek sötét éjszakája, ez az anyagi világ sötétje, amiben a dervis próbálja valahogy mégis megkeresni a célját, és ezért van egy nagyon halvány mesdje a hajnal időszak, amikor azért tudnak itt találkozni, hogyha elég jó a dolognak a szervezése. Tehát, hogyha valaki dervis már elég előre jár az úton, akkor csak megtalálja azt a kiskaput, ahol ezt meg lehet oldani. Tehát ilyen formán valójában a rózsa és a fülemüle az az Isten felé tartó ember párosának a szimbóluma. És ilyen formán a rózsa az egy nagyon erős Isten szimbólum. Másfelől a rózsának van egy szimbolikája a világgal szemben is, vagy a világgal kapcsolatban is, ami pedig arra utal, hogy ugye ha ránézek egy rózsára, akkor az egy darab virág. Tehát nézhetem egy virágként. De ha nagyon belemászok, akkor szétszedhetem nagyon sok apró levélre. És ez a világnak az egységét és a sokaságát mutatja, ami egy szemléletbeli kérdés, és hát ugye ez meg a misztikus útnak az egyik kulcsa, hogy valójában hogyan is szemlélem a világot, egy szemléletbeli változásra van szükség a misztikus léthez. Tehát, hogy én a sok kicsi aprót szemlélem, elkülönült apró dolgokat szemlélek, mint a rózsának a szirmait, és nem veszem észre adott esetben, hogy egyébként az egy darab virág, vagy pedig látom egyben az egészet, és akkor ez gyakorlatilag az Istennek a látása, a fátyol fellebbenésének a szimbóluma is. Tehát az, hogy a dervis üveg tetején rózsa van, az ezért van, és hát nyilvánvalóan a Gyulbaba is ezért kap egy ilyen nagyon erősen szimbolikus nevet. Egyébként ilyen nevek a bektasi derviseknél szoktak még lenni, tehát meg egyáltalán a derviseknél ez egy bevett dolog, hogy szimbolikus neveket kapnak. Ugye ez nem a személy neve Gyulbabának, ez egy beavatási név, ez egy dervis név tulajdonképpen, ahogy a szerzetesek ma is kapnak egy saját nevet, tehát egy szerzetesi nevet a világi nevük mellé. Úgyhogy Gyulbabának egy ilyen nagyon-nagyon szép és nagyon szimbolikus neve volt. Akkor ez is az egyéni útkereséshez és a szúfi miszticizmusnak egyfajta ilyen sajátosságához vezet minket vissza. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk ma Gyulbabáról, Gyulbabához kapcsolódó gondolatokról, egyáltalán annak a rendnek a történetéről, akinek ő tagja volt, és azokról az apró, de nagyon fontos, szimbolikus történetekről és tudnivalókról, amelyek az ő személyéhez kapcsolódnak, és mindenkit arra szeretnék bíztatni, hogy merüljön el a költészetben, az ási költészetben és abban a világban, amelyet adott esetben ezek a dervisek is képviselnek. És köszönöm szépen Sudár Balázsnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és elmesélte nekünk a Gyulbabához kapcsolódó legendákat, és néhány olyan tényt, ami az ő személyéhez fűződik. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.